Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 135. Zsoltár első versét. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Magasztaljátok őket, kik hív szolgái vagytok, kik a 265. dicséretet énekeljük tovább, annak az első négy versét. A 265. dicséret első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat. Hagyjad az egyszer.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, igazgat mindeneket, és gondoskodik rólunk. Amen. Isten igéje ma nem a Zsoltárok könyvéből szól, szent leckeként, hanem Mózes első könyvének a 12. részéből, az első 8 vers, míg hangzik Isten igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Isten igéje szól hozzánk, és tanít bennünket, mint ahogyan mondtam, nem jó rend szerint a Zsoltárok könyvéből, hanem egy régi történet szerint, valóban egy nagyon-nagyon régi történetet idéz meg. Tehát Mózes első könyve 12. részének az első 8 verse eképpen. Az Úr ezt mondta Abrámnak, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldlak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, Lót is vele ment, Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból, fogta Abrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, el is érkeztek Kánaán földjére, majd átvonult Abrám az országon egészen a síkemi szenthelyig, Móré tölgyeséig, akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet, ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki, onnan tovább vonult a Bétuéltől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Amen. Áldja meg az Úr az ígét a mi szíveinken, ezt a régi történetet, és adja számunkra úgy a lélek erejét, hogy el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett az hajdan, hogy egy kővárosból az Úr hívására elindult egy nagyon komoly, akkor tekintélyes ember elindult, mint egy példát mutatván a körülötte lévőknek, elgondolkodtató a tény, az üzenet. Gyertek, így járuljunk Isten elé, mint akiknek valóban a szívében, a lelkében és az értelmében is helyt kapott. Csendességgel keressük a mi Urunkat, imádkozzunk eképpen. Urunk, légy áldott, és mindig te légy az, akinek a dicséret és a dicsőség hangzik. Mindig te légy az, akinek magasztalással ejtjük ki a nevét, hiszen egyedül te érdemled. Te vagy, akinek nem csak teremtő ereje, hanem gondja van a mi emberi nemzedékeinkre. Számon tartsz népeket, a nevünk mind ott van a te könyvedben, nem feledkezel meg rólunk,
És egy név által, egyetlen gyermek által teszel egyé minket, és ebben az egységben látod azokat, akik hozzád tartozunk, akik csendesen és alázatosan keresünk téged, akik most is itt vagyunk, elindultunk, ugyanaz útunk nem tartott soká, de itt vagyunk előtted, és mindent, ami bennünk van, azt úgy hozunk, és úgy teszünk elébed, mint égő áldozatot. Urunk, láss bennünket! Jézus Krisztusért fogadd el a mi imádságainkat. Lásd bennünket, ahogyan fohászkodunk, ahogyan kérjük, hogy áldj meg minket, ígéddel és szent lelkeddel, és add számunkra az értés csodáját, amit hiszünk és vallunk, hogy egyedül csak te adhatsz meg, és meg is adod azt. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. Készülésként pedig énekeljük a 162. dicséretet, annak a 7. versét. A 162. dicséret 7. verse így kezdődik. Prédikálta szent ígédet, felséges Isten. Prédikálta szent ígédet, ami alapján bizonyságot kívánok tenni előttetek a Szentlélek segítségül hívásával. Az ige megiratott számunkra a Zsoltárok könyve 117. részéből a 2 vers eképpen. Dicsérjétek az Urat, minti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Így szól Isten igéje. Rögtön fény derül arra, hogy miért is nem a 117. Zsoltár lett a Szent Lecke, mert 2 vers, a legrövidebb Zsoltár. De ahogy olvasom újra és újra ezt a 2 verset, nem tudom, te hogy érzed, hogy vagy vele, de mintha a Szentírásnak minden ígéje, minden üzenete egy szentenciaként foglaltatott volna össze benne. Hallér Zsoltár annyit jelent, hogy dicsérjétek az Urat. És ez nem csak nekünk szól. Nem csak bennünket szeretne, mint egy cselekvésre késztetni, és szándékosan nem azt mondom, hogy kényszeríteni, mert Isten országában nem szabályok szerint így kell hittel, bizodalommal vallani az Istenről, hanem azáltal, a rendelkezés által, amit egyedül az örökkévaló Isten adott nekünk. És az én hiszem és vallom, hogy arra ösztönöz bennünket, hogy dicsérjük az Urat, mert keretbe foglalja az életünket. Nem csak mi, hanem a népek, a nemzetek.
Mindannyian érezzük, hogy a világ sóhajtozik és sóvárog. Már jó ideje imádkozunk sokan, sokféle hang, sokféle szó, és mind azért keressük az Istent, hogy a népek és a nemzetek között békesség legyen. Az a békesség, ami minden emberi értelmet felülhalad, ami mindent felülír. Egy nagyon régi történetet olvastam fel Szent Leckének. Sokszor idézem az egyik ígerészt, hogy te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Abrám, vagy ahogy inkább kicsit közelebb van hozzánk a neve, Ábrahám, úgy gondolom, hogy korának az egyik legtekintélyesebb embere volt. Isten mindig tudja, hogy kinek és mit kell mondania. És aztán Ábrahám, majd belekeveredek némelykor a nevébe, elindult az Úr szavára. Nem gondolkodott rajta. Vagy legalábbis nem érzem ki a történetből. Mint ahogyan sokszor sokak sokfélét gondolnak, vagy mondanak is az Isten igéjének hirdetése kapcsán, nem érzem ki. A határozottságot érzem belőle. Azt, hogy hit volt az Isten iránt az ő férfiúi életébe. Olyan hit, ami ennek a világnak mindig a csodája marad. Olyan hit, ami hegyeket mozgat el, mondja a mi példánk, Jézus. Olyan hit, ami arra az örök hitvallás tételre enged következtetni, és aztán kimondatja velünk, hogy egyedül az Isteni a dicsőség mindenek felett. Nem bonyolultabb dolgot, nem összetettebb szavakat, mondatokat, csak így ezt az egyet, ezt az ősi hitvallást, ami hiszem, hogy ott van mindannyiunk szívében. Kimondjuk vagy sem. Képesek vagyunk-e kimondani vagy sem. Mert nagyon sokszor sokféle gátja van annak, hogy ki tudjuk így, mint egy sóhajtás az Isten felé adni magunkból ezt. Nem könnyű dolog. Próbálom beleképzelni magamat az ősatya helyébe. Próbálom átgondolni azt, hogy én mit tennék most, hogyha Isten megszólítana és azt mondaná, hogy szedd össze a holmidat, és indulj el. Menj egy olyan helyre, egy olyan útra, aminek nem ismered a körülményeit, sem magát az út menetét, sem a végcélját, csak menj. És ez az ember elindult. Csodálatos dolog. Olyan belső meggyőződésről ad számot, ami mindannyiunk számára példa. És persze kifejezi azt az egy mondatot, hogy Isteni a dicsőség. Az útért, a lépésért, azért, amit az útra viszünk, ahogyan megjárjuk az útunkat, mindenért. És az emberé pedig az áldás. És áldás nincsen Isten dicsősége nélkül. Olvasom sokszor a közösségi médiában, hogy XY áldottnak érzi magát. Biztos, hogy egy nagyon jó alkalmat élt át a mi kedves testvérünk, akár ismerős, akár ismeretlen, de én hiszem és vallom, hogy az igazi áldás az Isten közelében van. És az igazi áldást azok tapasztalják meg,
akik az Isten közelében élnek, mert Isten közelsége oly igen jó nép, néken mondja másutt az Zsoltár, hogy az Úristenbe vetem reménységem. Reménység nélkül nem lehet elindulni egy útra. Az illúzió más. A reménység Istenhez köt bennünket, mert nem szégyenít meg. Lehet remélni, és ez egyfajta szabadsága az embernek. Lehet a reménységet táplálni Isten felé, hogy ő igenis velünk lesz, hogy nem hagy el bennünket, hiszen megígérte, és emlékezzünk rá, majd felhangzik nem sokára, hogy veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, a népekkel és a nemzetekkel velünk van az Isten. És Ábrahám hite által megáldatunk mindannyian kivétel nélkül. És itt nem akarok példákat felhozni, mert nem lenne igazi. Itt mindannyian gondolhatunk arra, hogy a világ istené. A népek, a nemzetek, akik itt élünk, egyaránt, és mi is, akik ezeknek fiai vagyunk. És persze a gyermekeké, a jövendőé. Azok, akik hála Istennek most itt vannak velünk, akikre olyan jó ránézni, akiknek egészen bizonyos, hogy vannak mondatok, kifejezések, és maga az Isten tisztelet is még egy bonyolult dolog, de a lelkükben érzik, mert hiszem, hogy érzik, hogy csodával születtek erre a világra, csak a csodát, ahogyan az idő múlik, valamiért valakik ellopják tőlük, de akikben ott marad, azok egészen kicsin gyermekségüktől fogva úgy tekintenek az ő Istenükre, mint mennyei atyukra. Sokszor gondolok rájuk is, és hiszem, és hálát adok érte, hogy a gyermeki hit, hogyha meg tudjuk őrizni magunkba, hogyha tudunk rá vigyázni, és olyan családban növekszünk fel, olyan nagyobb rokoni körben, akik mindezt ápolják, mindezt táplálják, akkor azon az úton, amin haladunk előre, lesznek problémáink, mert nincs emberi élet gondok nélkül, és a keresztek is mindannyiunknak személyre szabottak, sokkal egyszerűbbek és sokkal könnyebbek lesznek. A hit csodája, bocsánat, hogy ezt mondom, nem szép a kifejezés, a hit töblete. Az embernek emberi útjain erőt ad, tartást, kitartásra sarkalja. És a mindenkori küzdésre. Te már, aki többet éltél, tudod, hogy ez mit jelent. És azt is, hogy Isten nélkül lehet haladni az úton. De vajon szabad-e? Szabad-e nem csak, hogy elindulni, de lemondani arról a csodáról, hogy az ő szeretetébe éljük az életünket. Mert az ő szeretete nagy. És ez megnyugtató, hogy mindannyiunknak jut belőle. Olyan lelket megviselő, amikor azt mondja egyik ember a másiknak, és itt nem taglalom az emberi viszonyokat, hogy nem tudlak szeretni, vagy nem tudtalak úgy szeretni, vagy nem vagyok képes a szeretetet megélni és átélni. Most képzeljük csak el, hogy aki ezekből a fordulatokból akár csak egyet is hall, csak eggyel is szembesül. Micsoda lelki meghasonlásokhoz vezethet az élete, hogyha hiányzik belőle az Isten, az örökkévaló Úr valósága, annak a mennyei atyának a jelenléte, aki személyválogatás nélkül mindannyiunkat szeret. Csodálatos dolog az Isten szeretetébe élni az életünket. Nem azt jelenti,
Jézus maga mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Nem azt jelenti, hogy a világban nem lesz ezernyi küzdelmünk, és olyan dolgok, amiknek újra és újra neki kell mennünk. Nem azt jelenti, hogy könnyedén éljük át földi napjainkat, hanem azt, hogy megőriz bennünket a mi Urunk. Megőrzi, így mondja az ige, másutt a mi lelkeinket. És a mi lelkünk, az Isten csodálatos ajándéka a mindennapokban olyan fontos, hogy egy olyan örök rész maradjon, ami nem csorbul meg, nem kopik el, nem lesz kevesebb, nem szenved hátrányt, mert az Isten lelke ereje megújítja, táplálja, segíti, felsegíti, átöleli, és mind érezzük, hogy akik közel élünk az Istenhez, személyre szabottan mit jelent ez? Nagy az ő szeretete, mondja az ige, és az ő hűsége. Az égig ér, az egek egéig, hatalmasabb mindeneknél. Ez többször is kijelenti a Szentírás. És milyen jó, hogy ő hű marad. Ilyen egyszerűen elhagynak emberek. Mit árt, ha ő veled? Töröld le könnyedet, atyát szeret. A szeretetből fakadó hűség egy olyan átélése az Isten közelségének, ami válogatás nélkül mindannyiunknak megadja, hiszem és vallom, az élő és örök Isten. Jézus Krisztus maga tesz erről a hűségről bizonyságot, hiszen a kereszten is tudott imádkozni a mennyei atyához, hogyha ő ebbe a hűségbe egy percig is bizonytalan, akkor nem mondja azt, hogy atyám, a kezedbe teszem le az életemet. Akkor valami egészen mást mond. De a példa előttünk van. És Jézus Krisztus, ahogyan az úton előttünk jár. Nem tudta még Ábrahám, hogy ki lesz az, aki eljön, és mindannyiunk megváltójaként egy útat mutat. De abba biztos volt, hogy az örökkévaló Isten szava, az örök íge, azaz üdvösségre, az igazságra, az egyetlen valós irányba vezeti őt, és elindult, és ment. És biztos, hogy voltak meghökkentő fordulatok, bonyodalmak, hiszen tudom, hogy alkalmasint olvasod, talán emlékszel még rá a hitoktatásból, vagy előveszed a Szentírásodat, és újra átolvasod őket, és bizonyságul kapjuk annak az üzenetét, hogy az örökkévaló Isten akkor is, és most is az övéivel van. És az ő állandósága szeretetéből, hűségéből adódóan. Egyértelműen azt az egyetlen örök hitvallást, amivel kezdtük a bevezetésben, kimondatja velünk, hogy dicsérjétek az Urat, mert egyedül Isteni a dicsőség mindenek felett. Nem kell ennél több sem, de ne elégedjünk meg ennél kevesebbel sem. Lehet, hogy ez a 117. Zsoltár csak két vers, de minden, amit Isten adhat, üzenhet számunkra, a szíveinkre teszi. És buzdít vele bennünket. Legyünk érzékenyek rá. Merjünk érzékenyek lenni, mint egy népnek, egy nemzetnek gyermeke. Sok minden történik velünk. Népként, nemzetként. De azt mondom, hogy gyermekként is. Földi vándorként is. És a mindennapjaink, nem tudom, hogy vagytok vele, de egyre rakottabbak. Úgy gondoljuk talán, hogy könnyebb lesz a holnap a mánál. De nem ez az összegzés egy-egy napnak a végén. De egy biztos, hogy
hívő szívvel egy megharcolt nap után, amikor imádságra kulcsoljuk a kezünket, akkor bármi történt velünk, bárhogyan is fordult az életünk, tudtuk róla, hogy az Isten előtt nem ismeretlen. És ahogyan percről percre megismertük az ő akaratát az életünkben. Este, ami csendes imádságunkban hálát adtunk, hogy velünk volt, hogy áldásként hordozta az életünket, hogy a szeretete és a hűsége, mint az ég harmatja ránk hult abban a napban is, és ki tudtuk mondani a csendes hitvallást, a bizonyságot, amit én magam is annyira szeretek. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség. És ez így maradjon. Így legyen mindannyiunk szívében, akik Istenhez közel érezzük magunkat, és Istenének valljuk magunkat. Így legyen hát a mi életünk vándorútján. Minden nap kiteljesedett. Amen. Gyertek, válaszoljunk az ige hirdetésére. És válaszként a 264. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 264. dicséret 4. verse így kezdődik. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet, jóságos lelke vele, és hitet tőle, mit várhat. Imádkozzunk. Urunk, sokszor nehéz kimondani, de mégis olyan jó, hogy tőled mindent várhatunk és remélhetünk. Némelykor nem biztos, hogy tiszta jókat, mert próbatétel is jut, de nem baj, Urunk. Mi megköszönünk neked mindent, hogy földi útjainkon velünk vagy, hogy hazát és házat adsz nekünk, földet és otthont, ahol élhetünk, és persze családot, kinek talán kisebbet vagy nagyobbat, de adod nekünk azokat, akik az életünknek része, akik nekünk fontosak. És reménység szerint, akiknek mi is fontosak vagyunk. Kérjük, hogy légy velünk, áldj meg minket. Mi hozzád jövünk, mi téged tartunk és vallunk, és hiszünk elsőnek és mindenek felett valónak, aki elé oda vihetjük a lelkünket. Oda, akkor, amikor sírásokkal teljes, amikor könnyözön mossa, amikor a veszteségeinket számláljuk, és egymás után mondjuk sorra, légy velünk, azokkal, akik gyászolnak, akik kedves szeretteikre emlékeznek, szülőkre, nagyszülőkre,
gyermekekre, ki-ki, ahogyan az életét, mint egy lehetőséget most oda ajánl a kezedbe. Vigasztald meg a gyászoló életeket. Azt, aki nemrégen veszítette el a szülőjét. Az esztendők száma emberi mérték szerint lehet, hogy sok volt, de a szülői szeretetből sohasem elég. De hisszük, hogy a te atyai szereteted mindent kipótol, mindent teljesítesz, letörli a könnyeket, és új célt ad elébünk. Újra csak az élet csodáját. Köszönjük neked az örömöt, amivel várjuk a jövendőt. Hiszen azt is neked köszönjük meg, hogyha már sejlik, már bimbózik a virág. És Urunk, akik itt vannak a maguk teljességében, már virulnak a te dicsőségedre. Köszönjük neked gyermekeinket. Mindig tanulunk tőlük valamit. Valamit, ami csodája e mindenségnek, ami szent kezedből adatik. Vigyázz rájuk. Őrizd őket különösen a gonosztól. Adj nekik sok boldogságot és örömöt. És add, hogy hitük felnőtt korukban is mindegy csoda maradjék meg. És így legyenek a szülei, a nagyszülei, akik körülveszik a jövendő életet. Urunk, olyan sok minden vesz körül bennünket. Sokszor nem tudjuk, mit gondoljunk, és mi legyen a véleményünk. Igazgass bennünket, hogy mit higgyünk, és kinek higgyünk, azt tudjuk. Te vagy az első, és mindenek felett való. Kezedbe tesszük az életünket, a múltakat, a jövendőt. Ebben a jelen percben mindannyian ezernyi gondolatot viszünk elébed, érzelmet. A holnapért, hogy hogyan és miképpen fog alakulni. Te már tudod, te már mindent tudsz. Tarts meg bennünket magadnak, ezt a kicsi gyülekezetet, itt ezen a helyen lévő, élő, hívő seregedet, a reformátusokat, az anyaszent egyházat, azt a csodát, hogy tudunk Krisztusban egyek lenni, hogy válogatás nélkül mind kicsinyek, nagyok tudjuk a te isteni voltodat dicsérni és vallani. Őrizd meg, Urunk, a te hívő seregeidet, és állj a népek és a nemzetek mellé, és szólj, Urunk, és a te akaratod kiteljesedik, hiszen egyetlen szavad által csodát teremtettél, Urunk. Rád bízzuk, a te erőd és a te hatalmad nagy. Mindenképpen hozzád kiáltunk. Hozzád jövünk Jézus Krisztus által, aki örök példánk nekünk, tanítómesterünk, és abban is, hogy hogyan és miképpen keressünk téged, összefoglalva a mi kéréseinket, ahogyan szólt, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme,
az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Helyeteket elfoglalva, teszem a szívetekre, a jótékonykodásról, az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hívogatlak benneteket jövő vasárnap is e megszentelt hajlékba. Adja Isten, hogy itt legyünk, itt lehessünk, szokott rendben és időben. És egyben hívogatlak benneteket 2 hét múlva, tehát május 29-én rendhagyó alkalmakra, ide a Tolnai Imaházba 9 órára, majd 10 órára a Mözsi Imaházba. Reménység szerint konfirmáció vasárnapja lesz, és egy ifjú testvérünk konfirmál. És ezzel az ünneppel kapcsolnánk az idén össze a jubiláns konfirmandusoknak, mint egy emlékező istentiszteletre, alkalomra a meghívását. És most tényleg az alkalmat és a lehetőséget szeretnénk felhasználni, és kihasználni arra, hogy hívjuk azokat, akik akár az elmúlt 1 vagy 2 esztendőben jubiláltak volna, és különösen azokat, akik ebben az esztendőben tudják azt, mert mindannyian azért a számát tartjuk annak, hogy mikor konfirmáltunk, hogy mikor volt az alkalma annak a csodának, amikor bizonyságot tettek az Úr asztala előtt. Lehet, hogy rövid az idő. Lehet, hogy gyorsan kapják majd a meghívót, és gyorsan kell dönteniük, hogy jöjjenek-e vagy sem. Nagy szeretettel hívom tehát azokat, akik ezt komolyan veszik, és akik számítottak az alkalomra. És buzdítom is, hogy gyertek, hiszen mindig csoda, amikor azok vannak együtt, akik az Istenben hisznek, így egyszerűen és őszintén. Tehát számítsatok az alkalomra, és készüljetek, vegyétek elő a régi konfirmációs emléklapot, de ha nem is jubiláltok, akkor is gyertek, hiszen Isten vár bennünket, ami mennyei atyánk, mindig számít ránk. És ahogyan ott van sok helyütt a templom bejárata fölött, jól tetted, hogy eljöttél, adja Isten, hogy így köszönjük meg, ahogyan ezt ma tettük, és majd tesszük ezután is, hogy jól tettük, hogy eljöttünk, hogy itt vagyunk Isten közelében, mert az ige mindig nekünk szól, mindig bennünket keres, és én hiszem, hogy a mi mennyei atyánk örül neki, hogyha válaszolunk az ő szavára, és avval jelentjük ki, hogy a szeretetért és a hűségért mi is a szeretetünket és a hűségünket adjuk, és az életünkben egyedül mindenért mindig övé a dicsőség. Isten tiszteletünk végezetén záró éneket énekeljünk, és majd ahogyan haladok lefelé innen a kis szószékről, pontosan figyelem az ének sorait, mert hiszen előfordul, hogy egy kicsit, hát hogy is mondjam, megcsúszik a szem, emberi dolog, hiszem, hogy ezért nem haragszik a Jóisten. Tehát záró éneket énekeljünk a 265. dicséretnek az 5. versétől a 7. verséig. A 265. dicséret 5. verse így kezdődik. Bízzál bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond. Bízzál bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond. Élvéd ki annyi vészek, torkából már ki van, bajai
áldás, békességet, Isten velünk.